Arany János, János Papországa. Büszke harcos kalandor név volt a magyar nemzet, két élő kard, mely ha moccant, jobbra-balra sebzett. S jobbra-balra merre fordult a fegyvernek éle, puszta lett a népes ország, és üvöltött rajta végig farkasok zenéje. Kin a német, minthogy ő rájárt a rúd legjobban, megfélemlék, megbúsula, cselszövött titokban. Nem bírván az oroszlánnal annak vermetása. Takarónak a veremre, mint egyéb gasságra, jó lesz Krisztus szent vallása. Ázsiának sáskaféle kóborló pogánya, Isten a telkedett te bár, mint pokolra Ne legyen az idvességben soha semmi részed, Lelked üdvösségeért nem, de saját bőrünk javáért megtérítünk téged. Így beszélt a német papság, és a pénz bemarkolt. A papok nagy torkú zsákja már akkor is megvolt. Bor, tulok lett a dúlásig, a pénzt nem kímélte. Tudta, nem vészkárba semmi, húzni fogja firól, fir az uzsorát érte. Lett is aztán dínom-dánom, keresztjénti vornya hirdeti az Isten igét, papok borabornya. bornya. Kocsma lett az Isten melyben ittak, ettek, és egy-két szentnek a nevét, ha elgagyogták részek fővel, mindent megfizettek. Kivált egy pap, neve Iván, azaz János. Többi között legjobban értett ehhez a munkához. Udvarán örökké tombolt a lagzi, kaláka. Hét mérföldre érzett a szag, s úgy hitták ezt a vidéket, János papországa. Kedves ország volt ez a táj minden naplopónak, kasza kapa kerülőnek éhen kóborlónak, kújtorgó ebek lakoztak a jósult szagával, kújtorgó magyar népdőzsölt, ha tudott keresztet hányni, Jánossal magával. Sült ökör hevert szanaszét János udvarában, két szarván boros csobányok, kard az oldalában akinek tetszett, odament, az ökörből vágott, s jót ivott rá a csobányból, nem is könnyen hagyta aztán ezt a jó országot. Alig futott ennek híre a népség között el, aki nem jött a szagára, a hírére jött el, nem hogy jól lakjék, hanem csak hogy valamit lásson. És addig nézte, addig nézte, hogy maga is megkívánta kívül a palánkon. És aki egyszer megkívánta, az be is bocsálták. Pogányfővel el nem hagyta többé a kalákát, megtaníták kulacsónál a Krisztus hitére, vagy ha nem is a hitre, hanem a vallást elundokító sok mindenfélére. Első ága volt a hitnek, elmondom a nagyját, hogy minden termék a papoknak adják bort és búzát és baromfit, földeket is mellé, s falu számra jobbágy népet, aki a kövér pusztákat ingyen megmívelni. Másik ága volt a hitnek, hogy ne kapja kincsen, mennyországban a gazdagnak semmi helye nincsen. Ne rabold el a némettől, ami neki termett, sőt, ha ingedet lehúzza, az se bánd, mert Isten úgy ad lelkednek kegyel. Harmadik volt, országodat pap kezére bízzad, ő ráért tanácsot adni, míg más ember izzad. Ő mindent végez helyetted, kell -e több jó annál? Bízd rá, ami gondba jőne, csak a pásztor legyen ébren, hadaludjék aludjék nyáj. Negyedik hitágazatja, házasodjál össze. Gyenge a magyar, ha minden nemzet nincsen közte. Hoz lakót, minél több félét. Ültesd a nyakadra, s béketűrése fogadjad, ha tulajdon eszterhéjad alól kizaklatna. Ötödik, mit én tudom mi? Az is ilyenféle rágalom, skáromkodás a megváltó nevére, melyek a na jó magyarság gyönyörűen épült, idegen kalandoroktól kihagyja magát pusztítni, csak nem mindenéből. Legott a királyi székre német ember hágott, aki fogta, másnak adta titkon az országot. S amiatt, hogy másnak adta, s a magyart megrontál, iszonyú belháborúban magyar a magyarnak vérét kigontá. Attól kezdve többször is volt János papországa, sült galamb, borral folyó érés, ingyen kaláka, melyekért a jó magyar nép mindenét odaadta s tett olyat részek fejével, hogy mikor kiózanodott, százszor megsiratta. Most is vannak, akik ilyen hízlalóba vágynak. Lomhán a gyomornak élni és élni az ágynak, kik előtt a hashoz mérve a haza sem drága. S ez küzdésre készti, felsóhajtnak. Jöjj el! Hvijaj el, János Papországa!